Zajlanak a munkálatok Faddombori népszerű strandján. Az üzemeltető Fatodi Kft. Munkatársai a napokban megkezdték a strandszezon előtti előkészítő munkákat, a zöld felületek karbantartását és az eszközök játékok festését. Bár a fürdőhely hivatalosan június 15-én nyit meg, ennek ellenére a jó idő beköszöntével sokan töltik itt a hétvégéket. Készülünk az ANTS-nek a felülvizsgálatára, ugye a strandbejárás lesz a jövő héten, meg fog történni az első vízmintavétel, a tisztasági meszelések, a takarítások már megtörténtek, és ugye most a zöld terület karbantartás folyik nagy gőzerővel. Felújítottuk a játszótereken a játékokat, a padokat lefestettük, és hát várjuk a kedves vendégeket. A csapadékos időjárásnak és a Dunán levonuló nagyobb árhullámnak köszönhetően a jelenlegi vízállás 140 cm, a Holtág vízszintje már évek óta nem volt ilyen magas, mint most. Jelenleg is zajlik a vízbeemelése a Dunáról, a Szivornyánkon keresztül, illetve sikerült már tavasszal vizet kapnunk a Sióból is, a Tolnai Holtágokon keresztül, a Bartal csatornán keresztül, úgyhogy sok éve nem látott nagyon jó vízállással tudunk a nyárnak, hogy úgy mondjam, neki menni, és bízunk benne, hogy ezzel a vízzel akkor így sokkal jobb vízállást tudunk biztosítani egész nyáron. Faddomboriban egyébként több beruházás is zajlott az elmúlt időszakban, többek között a lakosság, az önkormányzat és vállalkozók segítségével 5 utca újulhatott meg az üdülőtelepen. Emellett kisebb fejlesztéseket is terveznek még 2023-ban, ezek között szerepel szennyvízcsatornázás, eligazítótáblák kihelyezése és további útfejlesztés is.